Pilinszky János versei ihlették Szabadi Katalin Üveg mögötti csöndben című kiállítását. Nagyon régen, kis fiatal lánykoromban nagyon szerettem őt, ő verseit. Elég nehezen lehetett hozzájutni, mert nem volt egy különösebben megengedett költő, pontosan a szakrális versei miatt. És az egyik barátomtól kaptam meg a Requiem című kis szürke kötetet, és már akkor elbűvölt ez a nagyon tömör, nagyon kegyetlen, nagyon szép valami, amit ő nyújtott. Például a Kázé oratóriumból a Farkast akkor festettem meg, tehát nem most, hanem legalább 20 éve. Az igazi inspirációt az jelentette a művésznek, amikor Hobót hallotta egy felvételen Pilinszky verseket szavalni és énekelni. Ezért kereste fel Szabadi Katalin debreceni kiállítása előtt a Kossuth-díjas előadót. Így Debrecenben és 60-ban is Hobó működött közre a tárlat megnyitásán. Pilinszky pedig nem csak a festőművészt, de Földes Lászlót is megihlette. Kerestem magamnak ezekre a dolgokra, meg a saját bajaimra is orvosságot, és az ő verseit gyógyítottak. Tehát én nem gondoltam, hogy ezt elő fogom adni, nem azért választottam, hogy előadjam, hanem elkezdtem olvasni, és egyre mélyen bejutottam bele. Szabadi Katalinnak a Moldvai Győző Galéria pályafutása egyik csúcsát jelenti. Itt viszont beengedik az érzelmeket, beengedik a figurális képeket, és én itt nagyon sok szépet és jót kaptam a díjakon kívül is. Balogh Gyula közvetlen lakókörnyezetéből merít képei megfestésekor. Ez a környezet, ez a közeg tartalmaz annyi szépséget és érdekességet, és valójában igazságot is, tehát sokszor egy-egy jelenet egy történelmi drámát is tartalmaz, és valószínű, hogy így önkiválasztja magát. Tehát tulajdonképpen én arra megyek, mint a méhecske talán, hogy ahova hív a látvány vagy a tartalom. Balogh Gyula képei lassú eseménysorokkal a nyugalmat éreztetik a látogatóval.